Sziasztok, Enci vagyok, és akkor most folytatjuk a beszélgetésünket Harnoci Csolánéval, Mártival. Az lenne most az első kérdésem, hogy a súgoljuk is egy nagy családán nőtte ki magát, és milyen érzés volt, hogy utána több generációt is, az unokáidat is rendezted, és hogy tényleg egy nagyon-nagyon nagy család lett. Hát nem kimondottan az unokáim miatt jött létre a Bodék. Ez egy ötlet volt, ugyanis a Borcsának nagyon sokszor mesélte az anyukája a Bodé történetét, és amit ő talált ki szintén, és ebből a nagyon hangzatos címből jutott eszembe ez a történet, és kerekedett ki azzá, ami lett belőle. És mivel gyerekszereplők kellettek hozzá, hát nyilvánvaló, hogy az ember olyan gyerekeket keres, akiket ismer. A saját két unokám járt ebben az osztályban, Germelinde osztályában, Dorka is, és Borcsa is, és nagyon sokat ismertem közülük, hisz a óvodában is együtt jártak. És így kezdődött a Bodék története. Miután nagyon-nagyon élveztük, nagyon nehéz volt azért gyerekekkel, ennyi gyerekkel elég nehéz dolgozni, de nagyon élveztük. Nagyon sokat segített Melinda is a szövegek tanulásában, és jóformán akkor még olvasni sem nagyon tudta. De annyira összekovácsolta a közösséget, és a gyerekeket a felnőttekkel, úgyhogy az utcán is, például a Tádéval találkoztak, köszöntek, hogy Bölcs Bodész, szia Bölcs Bodé, meg ilyen történetek is vannak. És akkor egyre kérdezték, hogy mikor lesz, mikor folytatjuk. Gyakorlatilag kikönyörögték belőlem, hogy csináljuk meg a második részt. Most, amikor látták a második részt, akkor mondták, hogy hát mikor lesz a harmadik rész, mondták, volt szó, hogy azt írjátok meg. Úgyhogy nagyon-nagyon szép emlékek fűződnek a Bodékhoz és a gyerekekhez is, mert nagyon jó volt velük dolgozni. Ezt elhiszem, én ezt nézőként láttam, meg most a karanténban a videót is megnéztem, és egyik kedvencem, tehát hogy nagyon-nagyon jó lett. Szóval így lassan a beszélgetés végéhez érve, úgy gondoltam, kicsit kibővítem a visszatérő kérdésemet, mert én úgy tudom, hogy neked rengeteg jó történeted van, sztorid van az elmúlt évekből. Mi a kedvenc, a legmeghatározóbb élményed a Komlói Színházzal kapcsolatban? Jaj, ez a legnehezebb kérdés valóban, mert nagyon-nagyon sok minden történt ennyi év alatt, és hát vannak főleg vidám történetek égtek belém, amit a közönség vagy nem látott, vagy csak részben látott. Úgyhogy, hát most ami hirtelen eszembe jut, a Hofit nincs Magyarországon olyan ember, aki nem ismerné. Ő nagyon sokszor volt nálunk, volt egy ilyen széria, amikor napi három előadást játszott, és mindenki rettenetesen félt a szájától, mert tudta, hogy nem kerülje el semmi sem a figyelmét, ami esetleg nem odavaló. Egy gitáros férfi énekelt a függöny előtt, nem emlékszem a nevére, valami vidám, nem táncdalt, hanem valamilyen csasztuskaszerűséget. És ott álltunk a takarásban, hogy kiláttunk pont a nézőtér, illetve az illetőre. Mellettem állt az egyik technikai dolgozó, és egyszer csak azt vettük észre, hogy az álmenyezetről elindul egy pókháló, de valami irodatlan nagy, mintha fonták volna nem tudom hány szárból, és az elkezd lengeni ott a feje fölött az illetőnek, és a fényben ugye még látványos is volt. Na, összekulcsoltuk a kezünket, na most, hogyha ezt meglátja a Hofiát, akkor nekünk végünk van. Közben a Hofi Géza is odajött a kukucskálni, hogy ugye ő jön, és a kolléganőm mondta neki, hogy
művész úr, nagyon szépen kérem azt, ami ott lebeg, nehogy észre tessék venni, mert akkor mi nagyon kikapunk. Így ránézett ilyen a szúros szemével, taps, szép, hogy a függön kimegy a hofi, és hát most meg kell mutatnom, hogy így csinált, elég magas ember volt, így csinált. Jó estét kívánok! És ezzel a mozdulattal leúszta a munkálót a földre. Úgyhogy rémhálásak voltunk. Ez volt az egyik ilyen hofi sztori, a másik pedig, hogy az volt a szokás, úgy hallottam, hogy most is az, hogy a hátsó kijáratnál, a művész bejárónál vártuk a vendégeket. Köszöntünk, bemutatkoztunk, megmutattuk, hol van a színpad. És jött a Hofi Géza, és megtörtént a bemutatkozás, és stb. És egyszer csak egy csípőrettet kézzel megáll, és nagyon szúrosan végigmér minket. Hát kik maguk? Megijedtünk, hát kik vagyunk? Hát most mutatkoztunk be, mi itt dolgozunk. Tudják, nem mondom a város nevét, ahol nemrég felléptem. Én bementem, és kijöttem, és egyetlen egy dolgozóval nem találkoztam, már mint aki fogadta volna meg. Úgyhogy ez volt az hatalmas nagy dicséret, hogy ilyen fogadtatásban részesült, elég furcsa különben, hogyha valaki nem veszi őt észre, vagy nem úgy fogadja. Na, a többit azt majd máskor, jó? Mert sok van. Jó. Majd összegyűjtöm, hogy mit érdemes elmesélni, és akkor még mesélek. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen. Hogy itt beszélgethettünk, és még találkozunk. Hát remélem. Sziasztok!